ezeket kivégeztük, nem volt benne semmi használható. Üdvözöllek, Benjamin, vagy akárki vagy te. És akkor... Aha, Benjamin itt fűrészelte le a saját karját, itt a fűrész és itt a kéz. Gyönyörű. És akkor itt az asztalnál... Itt egy gomb. Ez mit csinált? Kinyílt az ajzé... Hey! Na még egyszer. Kinyitjuk, és ott van még egy gomb. Na most mi tört? Sounded like something happened on the second floor. Valami történt a második emeleten. Na jó, lámpa ki, nem akarok még egy rohadékot. Vagy ha már kapok rohadékot, akkor ne lássom meg. Csak nem lesz még egy. Jó? Tehát akkor valami történt a második emeleten. Remélem ez a valami történt, ez nem a szörny lesz. Na. Basz meg, ezt láttátok! Ott volt a brut! Ott volt a Benjamin! Ott a Benjamin, nézzétek, ott a Benjamin! És lefele jön a Benjamin! Errefele jön a Benjamin, gyerek! Le fog jönni vajon teljesen? Hát, lássuk, mire készül. Na most nem hallom. Azt, aminek majdnem belerohantam teljes valójába a szörnybe. Ha még kicsit nyomom a futásgombot, akkor nekem annyi. Tehát még épp idejébe fordultam vissza. Azt a mindenségit. Fú! Na, fölmenjünk, mit gondoltok? Még nem érzem biztonságos. Na most már biztonságos, elhallgatott a szörnyzene. Már amennyire biztonságos lehet ez egyáltalán. Ugyanis az előbb se utalt semmi arra, hogy itt a Benjamin gyerek itt jönni fog. Na de, hol történt az a zaj? Amit a játék mondott. Valahol történnie kellett ugye valaminek. Ott! Ott! Ez a könyvespolc nem így volt, ha minden igaz. Aha, igen. Ott egy csiga lépcső lefele a mélybe. Egy jó hosszú csiga lépcső. Na lássuk, nincs itt valami kis használható. Nem, nincs semmi. Lássuk csak. Secret cellar. The only possible way for Rachel to go. Egyébként meg kell hagyni hangulatot ez a kis custom story. Ez szerintem amúgy tök jó tett volt, hogy ez a kastélynak a saját ura változtatta magát szörnyé, már amennyiben tényleg ő a szörny. De eddig a fejedések arra utalnak. De miért rabolták el Rachelt és... egyáltalán mi van vele? Ez viszont jó kérdés. Viszont ez a zene az agyamra megy most már. Tényleg kapcsoljátok ki, könyörgöm! Na, végre! Vége ennek a idegesítő zajnak. És akkor most elvileg itt vagyunk a titkos pincébe, vagy hogy is hívták ezt? Igen, Secret Cellar volt a neve. Hát, szép hely. A pincék az amnéziába mindig egyenlőek a rossz helyekkel. A lehető legrosszabb. Na jó, nem a lehető legrosszabb, a börtön részlegek általában még rosszabbak. De a pince, raktár, meg az ilyen helyek azok se jobbak egy fokkal se. Na, nyílj ki. Te nem mi volt? Leesett rám egy doboz fölülről, oké. Feljegyzés! The six levers are controlling the water flow in the chamber. Only your own pre-installed six numbered combination can adjust the water flow. Egy hat számjegyű kombináció kell nekünk. De most fel tudunk mászni? Bizony. Ó, de jó, itt biztos lesz valami kis feljegyzés. Megint.
I was on my way to do an ordinary check on the village's water system, but down here I met these monsters. I succeeded to escape from their imprisonment, but I've been hiding here for what feels like centuries, and now I'm running out of food. What I've noticed is that the water tastes very bad, but I have to drink it in order to survive. If someone ever reads this, please kill these evil creatures. Ezek szerint ide lent tényleg szörnyek ulálkodnak, bár ezt gondolhattuk is. De ez a levél még meg is erősíti, hogy itt ellen bizony itt vannak a rohadékok. Úgyhogy nem vagyunk egyedül. Én ennek nem örülök. Egy cseppet sem. Ti valószínűleg inkább örültök neki. Óvatosan közlekedjünk. Jaj! Ott volt egy rohadék. Ez most csak képzelődés volt, vagy tényleg ott volt? Nem merem megkockáztatni, úgyhogy csak lassan megyek. Nem, ez tényleg ott van. Ez tényleg itt van, és járőrözik itt körbe-körbe, még hozzá ugye... A zene nem utalt rá egy cseppet se, hogy ő itt van. Tehát nem volt szörny zene. Hát, ez kellemetlen. Viszont volt már nekünk dolgunk rohadékkal, aki járőrözött hangtalanul a fekete keresben, úgyhogy ez... Talán egy szokásos, már megszokott dolog. Hát ebbe a vízbe igazából... Mondjuk talán nincs benne rohadék az... Jaj! Hordó! Ne szopass! Találtunk akkor egy... Glycerolt. Na, hát ez... Végül is valamire biztos jó lesz. De mielőtt kimennék, megvárjuk, hogy a rohadék elmenjen innen. Ugyanis valószínűleg még mindig odakint van. Jaj, nem szeretem az ilyet, amikor nem hallom a hangjukat. Bárhogy dehogy nem szeretem, de azt úgy, hogy nincsenek itt. De, már itt van, itt van. Mindjárt elmegy az ajtó előtt, ha minden igaz. Ilyenkor hajlamos vagyok megfeledkezni róla, hogy az én hangomat nem hallja, hogy beszélek, viszont ilyenkor valahogy elkezdenék így legszívesebben suttogva beszélni. Hogy nehogy meghalljon, de... Egyébként az lenne a legnagyobb poén, hogyha kitalálnak egy olyan horrorjátékot, ahol... Tehát, hogyha valaki kommentárral ugye... veszi fel, vagy hát nem is veszi, csak beszél alatta, azt mondja a játék érzékelni, és a szörny azt is meghallhatná, hogy beszélünk. Na, az lenne a legnagyobb poén szerintem. Na, kimegyek. Már elvonult innen. Jó. Na, azt mondja, hogy itt szenek vannak. És a rohadék meg a fal túloldalán mászkál. Úgyhogy akár simán meghalhatja, hogyha én ideben zajongani kell. Lepiszok, húzás volt ez, olaj. Ezzel meg is sérültem? Jó, szerencsére nem sérültem meg. Ezt a gépet valahogy biztos be kell indítani. Na nézzünk csak itt szét. Itt van egy fogaskerék. De... Nem merek mozgatni semmit, mert a... Hát most nem tudom, meghalott-e a rohadék. Előbb ott elég hangosan mászik. Itt egy tűzszerszám. Ez pedig olaj. Ez kell nekem valamire vajon? Hát ha kell is, még nem tudom mibe belerakni, viszont ezt a szenet be tudom rakni ide. Ne, vagy mégse. Na jó, hol a rohadék? Majd megnézem, hogy nem kell-e... Nem, minden fogaskerék fönn van szerintem. Ha kell is, de valami az később van. Na jó. Megpróbálom az ajtót kinyitni. Ha ordít a rohadék, akkor futás. Jó, elvileg nem hallotta meg. És ott a következő ajtó, ahova bemegyünk. Jó, rohadék elment. Mi pedig ide bejövünk, és be is zárjuk. Na jó.
akkor. Most lássuk, mi van ide lenn. A rohadék fönt van, miatta nem kell talán aggódnunk, de csak talán. Kijelenteni nem merek semmit már itt. Tűzszerszámolaj. Jó. Várjunk csak. Ja jó, nem volt ott más. Jó. Na jó, lámpa. Kell lámpa. Ehe. Jó. Ott egy tűzszerszám még. Talán, hát nem, nem tudom, merjek futni, nem merjek futni. Inkább nem kéne futnom, ugyebár. Ide benézünk. Itt van egy feljegyzés. The two ingredients, nitric acid and glycerol, can be combined to a highly explosive chemical called nitroglycerin. What's important to remember is that these ingredients has to be mixed at a low temperature or else they will explode in your hands. Á, igen, az egy kicsit ciklen, ha a kezünkbe felrobbanna, szóval akkor nitroglycerint kell csinálnunk. Jó van. Húha! Az ott brut! Az bizony brut! Valahova... Ez nyílik! Ide most elbújunk! Ejj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 
Vagyis hát Brut, de akkor ugye ez esetben a játékban valószínűleg ő maga Benjamin. A kastély ura. Akire nekem most marhára nincs szükségem. Úgyhogy inkább bujkálok itt a holtestekkel teli kamrába, mint hogy vele találkozzak. És ő bizony idekint van. Az ajtón kívül. És be is tört egy ajtót. És akkor most drukkolhatok, hogy Benjamin ne akarjon bejönni ide a hűtőkamrába. Gyakorlatilag itt van a fal túloldalán. És betörik még egy ajtót. Aj, nem szeretem ezt a szörny fajtát. Mert tényleg kiráz a hideg. A Granttal még úgy, ahogy megbarátkozok, de ez a bőgő hangja, meg a nyikorgó zajok, ahogy közlekedik, meg az a hatalmas penge, ami a karja helyén van, jaj. Szerintem az amnézia a legfélelmetesebb szörnye mindenképp ő, és ha minden igaz, akkor elment. Na megnézzük, itt a malackák közt van-e valami használható, nincsen. Hát ez gyönyörű, annak még ott feje sincsen, sőt annak sincs feje, bleh. Na jó. Hát akkor igazából... Nem volt időm itt jobban körülnézni, mert jött a Brut. Csak kínzó eszközök vannak. Csupán, semmi más, csak kínzó eszköz. Itt is. Kis félbevágott lábacska, nyam. Ki lehet húzni vajon? Ki lehet húzni, tök jó. Láb, te velem jössz. Jó, akkor... először itt körbenézek. Olaj! Király! És akkor gondolom erre kell nekünk tovább menni. Vagy mégsem. Van ott benne egy... Nincs is ott benne semmi. Akkor ez valószínűleg csak egy sima zárt ajtó. Viszont van egy gomba. Kell ez nekünk? Nem. Na jó, lámpa ki. És akkor... várjunk csak! Nem itt már... Várjunk még egy picit, mielőtt kimegyünk oda. Mert most ugye előbb lementünk egy másik ajtónál. Itt most följöttünk. És szerintem... Áha... Amennyire jól sakkozok így most így a térképileg, ahogy a pálya fel van építve, akkor szerintem ugyanarra a körfolyósra fogunk visszajutni, ahol a Grant itt járőrözik körbe-körbe. Ami könnyen jelentheti azt, hogy ez a rohadék még mindig itt járőrözik. Úgyhogy amíg nem megyek biztosra, hogy nem mászkál itt, addig én ki nem megyek oda. Egyelőre nem hallom a hangját, ami egy jó jel.